Madárodúk, etetők, komposztálókeret, rovarhotel, de még darázsgarázs is található a dúdoló bölcsöde zöld udvarán. A környezeti nevelése eddig is sokat adó őrmezei intézmény most szintet lépett, és különleges tanosvényt alakított ki a bölcsöde területén. A bölcsisek mezitlábos ösvényen járhatnak, rovarleső, gyík napozó és békaúztató várja őket a kertben, ahol kertészkedhetnek is a fűszernövények között. A gyerekek így minden nap közvetlen kapcsolatba kerülnek a növény- és állatvilággal, ami nem csak tiszteletet ébreszt bennük a természet értékei iránt, de gondoskodni is megtanulnak azokról. 2016-ban kezdtük, mint madárbarát bölcsőde, aztán ebből jött, alakult ki, hogyha madarak vannak, akkor rovarok is vannak, akkor rovarokkal is foglalkozunk, rengeteg rovar, hotelt, építettünk saját kezüleg, aztán ebből jött, hogy ha már rovarok is vannak, akkor ugye növények is, fák is vannak, tehát ma, magaságásokat alakítottunk ki, aztán megfigyeltük, hogy különböző emlősállatok is, mókusok, sünök megtalálhatóak, tehát ezért akkor süntanyát alakítottunk, ki, mókusetetőket helyeztünk ki, és ezek évek óta egyik épül a másikra, és itt, hogyha a környezeti nevelést is bevonjuk, nem csak ezekkel foglalkozunk, tehát az állatokkal, növényekkel, hanem igyekszünk arra törekedni, hogy minél kisebb lábnyomot hagyjunk itt Ennek érdekében esővízgyűjtőket szereltek fel, azzal locsolnak minden növényt, és saját komposzttal táplálják őket. A folyamatos fejlesztések során az intézményt teljes körűen szigetelték, nyílászárókat cseréltek, energiatakarékos ledvilágítást alakítottak ki, korszerűsítették a fűtést, 2018 óta pedig nem szeretem állatkert is működik a bölcsiben. Oh, Jézus, de nem de. Itt test közelből ismerhetik meg az óriás csótányokat, exotikus bogarakat és csúszómászókat, melyeket szintén a gyerekek és a pedagógusok együtt gondoznak. A kicsik imádják a környezeti programokat, hiszen az udvar minden napra tartogat számukra felfedezni valót. Amikor kimennek az udvarra, akkor ott látják a rengeteg odút, látják a különböző táblákat, érdeklődnek felőle, megfigyelik, ahogy mókus szaladgál, hogy a sűn éppen elmegy a komposztáló mellett. A rengeteg rovar, ezért rengeteg rovar lesőt, nagyítókat beszereztünk, lepkehálókat, csipeszeket a belső átrimunkban, ahol a gyógynövény tanöstvény megtalálható, ott megfoghatják, tehát taktilisan érzékelhetik ezeket a gyógynövény kényeket megkóstolhatják, madarak ezeket folyamatosan megfigyelik. Tulajdonképpen a természettel együtt élünk itt a, a lakótelep szélnél, mint egy zöld oázis.